Én azt gondolom, hogy nekünk egy dologgal kell foglalkoznunk december 1-ig, azzal, hogy mentsük meg a mi közösségünket, mentsük meg magunkat. Ez a legfontosabb. Hogy december 1-én ne veszítsünk. Ez a december 1 nem lehet az, amikor ismét veszítünk. És hogy legyen egy erős frakciónk a parlamentben, mert azt már látjuk, hogy a magyar ellenes erők sokan lesznek. Szerintem 30 fölött, közelebb a 40-hez. Ő ellenük akkor tudsz védekezni, sok magyar szavazattal, sok pecséttel, sok magyar szavazattal tudod majd a közösséget megvédeni. Tehát elsősorban nekünk ö, magunkkal kell foglalkozni. Az első helyen nekünk az erdély magyarok vannak, a második helyen az erdély magyarok vannak, a harmadik helyen az erdély magyarok vannak. Üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm a mai műsorunk meghívottját, Kelemen Hunort, az RMDSZ elnökét. Elnök úr szombat este tudta, hogy kicsoda az a Kölin Georgescu? Én tudtam, engem az nem lepett meg, hogy ki a Kölin Georgescu, meg hogy akkor utána keresek. Hát ő a politikában benne van évek óta. Ő már volt az Áurnak a, a miniszterelnök jelöltje kétszer, és eredetileg úgy volt ott a terv, hogy ő lesz az Áur elnök jelöltje. Ugyanaz a törzs ugyanaz a gyökér mind a kettőt, csak az ágak a törzsből két irányba ágaztak, és ezért nem kellett nekem utána néznem, hogy kicsoda Körin Meglepett az eredményem maga, az meglepett engem is. Számomra egészen furcsa, hogy a, leges legutolsó napokba ment állítólag főjebb az ő népszerűsége. Mondjuk én nálam az maradt meg, hogy 7%-on van, de mondják, hogy Két nappal talán a választások előtt már volt olyan, amit 13 on jelezte, ezt tudta. Önnök. Hát láttuk a közéleménykutatásokat, láttuk azt, hogy megugrik, nem láttuk pontosan azt, hogy mikor ugrik, és hogy milyen gyorsan megy fölfele. Itt ennek a kérdésnek, hogy hogyan nem látszott, vagy hogyan látszott, vagy miért nem látszott egyáltalán, hogy a közvéleménykutatók hol voltak és mit csináltak, azt gondolom, hogy hosszú időre lesz szükség, hogy kiellemezzék. Nem szabad egyszerűen elintézni azzal, hogy az utolsó három napban megugrott, és hogy akkor 5000 TikTok, ö, mit tudom én, fiókkal rendelkezett, és akkor, hogy ez mind benne van, az algoritmus mind benne van, de most, ö, hogy mondjam, lehet ezen sokat aggódni, de ez pont annyit segít ez az aggódás, mint a szöveges példának a rágógumi, hogy vonegoltot idézzen. Meg kell érteni egyrészt, hogy mi ez az egész új média, mi történik ebben a világban, meg kell érteni, hogy miért dühösek az emberek. Ugye én próbáltam erről az elmúlt hónapokban elég sokat beszélni, és hogy miért büntették a mainstream pártukat és hogy mitől jutottunk ide. Ha ezt nem értjük meg, akkor mind kesereghetünk, aggódhatunk, fölháborodhatunk, mutogathatunk újjal a TikTokra, Kínára, Oroszországra, akire akarunk. De egyszerűen, ha nem értjük a saját társadalmunkat, akkor előbb-utóbb szembe jön a vonat. Most azt gondolom, hogy inkább ez történt Romániával, hogy mindenki el volt a kis burkába szigetelve, úgy tudta, hogy az a valóság, azon kívül, aki van, az nem számít, és akkor egyszer csak arra ébredt föl az ország, hogy jön szembe a vonat. Ön jól szerepelt, jobban szerepelt, mint öt évvel ezelőtt a, az elnök választáson, de ennek ellenére, van-e arról tudomásuk, hogy magyar voksok mentek George kura? Én a közösségi médiában látom, bő, látok bőven olyan magyar kommenteket, akik védik, és támogatják. Na most, hogy a szavazatokat ki, hova adta? Azt egészen nehéz megmondani. A Tömvidéken látjuk, hogy uh, mi történt, és én ott uh, jelentős átszavazást nem látok. Tehát gyakorlatilag az van, ami mindig szokott lenni, hogy egy településen van egy-két szavazat uh, ide-oda. Van egy-két szavazat uh, Lászkonira, Csukára, Georgioszkóra, Simiorra, de nem tömeges átszavazásról én nem mernék beszélni. A vegyes vidéken ezt nem tudod megállapítani. Én azt gondolom, hogy a magyar emberek nem szavaztak át tömegesen sehova egy-két-három szavazat ide-oda elmehetett, de ez nem változtatott sem az én eredményemen igazából, sem azon az eredményen, ami ma eh, hivatalosan az elnökválasztás első fordulójának az eredménye. Ezen nem szabad spekulálni. Nem szabad ezen sokat rugózni, mert nem vagyunk előrébb. Itt a kérdés igazából az, hogy látják-e a magyar közösségen belül, hogy kicsoda Simeon, kicsoda Georgescu, hogy mit jelent az, hogy Legionalizmus mit jelent az, hogy vasgárda, mit jelent az, hogy xenofóbia, mit jelent az, hogy magyar ellenség, mert ez az, ami megkülönbözteti őt mindenki mástól. Tehát sok mindent lehet mondani, amit tetszik egyiknek vagy másiknak, de van valami, ami megkülönbözteti a többiektől. És igazából ez különbözteti meg a többiektől. Ezt kell nézni. És számunkra ebben az országban ez kell a fontos legyen. 1918 után, a második világháború előtti és utáni tapasztalatokkal együtt. Csak hogy ugye hát itt nem csak a magyarok választják meg, sőt, hát nem a magyarok választják meg az elnököt, és elindult a, a médiában, a politikai életben egy ilyen óriási hisztéria, egy látványos hisztéria. Na most én azt kérdezem, hogy ez nem kontraproduktíve, hiszen mártírt kreálhat ebből az emberből, ott kiáll időnként az újságírók elé mond néhány mondatot, a videón ugyanúgy szerepel, mint eddig a videóin, és közben az egész ország hiszterikus állapotba került. Szóval nem veszélyes taktika ez? Mert például lehetne akár csak arra koncentrálni, hogy ez az ember egyszerűen alkalmatlan lehet, hogy, hogy akár mentális problémák is felmerülhetnek, amikor látjuk, hogy bizonyos, vagy bizonyos nyilatkozatai alapján, de hogy alkalmatlanségre viszont ez a hisztéria, hogy Oroszország, meg Románia kivonul a NATO-ból, meg az EU-ból, én attól félek, hogy ez kontraproduktív lehet, mert hiszen az embereknek egy nagy többsége pontosan ezt a propagandisztikus hogy mondjam, kampányszerű politizálást unta meg? Mit gondol Nem erről? Nem tudom én ezt megítélni nekem, erről lehet személyes véleményem, de nyilván ezt a politikai elemzők, a társadalomtudósok kellene, hogy megmondják, akik ezzel szakmaszerűen foglalkoznak. Én gyakorló politikusként tudok véleményt mondani, és azt gondolom, hogy elsősorban nekünk mivel kell foglalkozni, magyaroknak, és utána mi az, ami történhet, történik. Én azt gondolom, hogy nekünk egy dologgal kell foglalkoznunk december 1 azzal, hogy mentsük meg a mi közösségünket, mentsük meg magunkat. Ez a legfontosabb. Hogy december 1-én ne veszítsünk. Ez a december 1 nem lehet az, amikor ismét veszítünk. És hogy legyen egy erős frakciónk a parlamentben, mert azt már látjuk, hogy a magyar ellenes erők sokan lesznek. Szerintem 30 fölött, közelebb a 40-hez ő ellenük akkor tudsz védekezni, sok magyar szavazattal, sok pecséttel, sok magyar szavazattal tudod majd a közösséget megvédeni. Tehát elsősorban nekünk ö, magunkkal kell foglalkozni. Az első helyen nekünk az erdélyi magyarok vannak, a második helyen az erdélyi magyarok vannak, a harmadik helyen az erdélyi magyarok vannak, és hogyha ö, magunkat megmentettük, akkor utána tudunk foglalkozni azzal is, hogy ö, mentsük meg az országot. Ha magunkat nem tudtuk megmenteni, akkor ö, attól a pillanattól kezdve ö, azzal se tudunk foglalkozni, hogy hogyan mentsük meg az országot. Egyébként ilyen alkalmakkor, amikor három választás egymás után van, nagyon ritkán történik ez, meg Romániában még nem volt, nem tudjuk, hogy mi mivel jár, mert nem volt még ilyen. Spekulálhatunk, hogy az elnökválasztás első fordulója mivel fog járni a parlamenti választásra. De a parlamenti választás előtt arra koncentrálni, hogy egy emberre ráirányítani az összes figyelmet és az összes reflektort, az azt jelenti, hogy a parlamentin azok, akik mögötte vannak, erősebbek lesznek. Miközben senki nem foglalkozik a sajátjaival, mindenki a másikkal foglalkozik. A saját közösséget mindenki hirtelen zárójelbe tette. Azt gondolom, hogy ez egy taktikai tévedés. De most én senkinek nem adhatok tanácsot, én ezt nem mérem, nem látom szakmaként, nem tudok ehhez közelíteni. Gyakorló politikusként valamennyi tapasztalattal a politikai életbe ezt látom. Azt is látni kell, hogy miért büntették a szocialistákat és a liberálisokat, mert elsősorban őket büntették a választók, ugye? Hogyha jól megnézzük, ha jól értelmezzük, ha jól értjük ezeket a szavazatokat az első fordulóban, és abból valamilyen konklúziót le kell vonni. És hogyha az a konklúzió nem helyes, akkor megy lefelé a szekér a völgybe. Tehát ez a másik szempont, amit figyelembe kell venni. Aztán majd meglátjuk. Tehát nekünk. RMDS-nek nekem személyesen, és azt gondolom, hogy minden felelős erdi magyarnak egy dolga van most december 1-én ne veszíteni. És ha megmentettük magunkat, akkor azt gondolom, hogy utána majd tudunk foglalkozni egyébbel is. Vajon érzik ezt? Hogy látja, érzik ezt a magyar szavazók? Ugye itt nem csak a, a veszélyről van szó, nyilván az a legnagyobb probléma, hogy megerősödik a, az ultranacionista tábor, de de az is, hogy egy óriási átrendeződésnek a kezdetén vagyunk a román politikában, tehát hogyha Valóban itt nincs jelen a, a magyar képviselet, akkor hát hosszú távon kimarad egy ilyen átrendezőzési folyamatból. Ezt vajon átlátja-e a, a közösség? Én azt gondolom, hogy igen, de a közelmúltat legalább érdemes fölemlíteni. És azok, akik most a szimionék mögött vannak, és mindegy, hogy ebből a törzsből hány ág nőtt ki kettő-három, mert ugye ennyi nőtt ki, kinőtt a törzsből Simeon, kinőtt Sosák és kinőtt a Georgescu. Ezek mögött tulajdonképpen a szavazókon kívül, már szavazókat én nem hibáztatom soha, a polgárok nem mindig mindenben azonosulnak azzal, akire szavaznak, de akik fölépítették 2016-17-től kezdve ezt az egész mozgalmat, mert akkortól kezdett fölépülni, és az úzvölgyi az egy, az temető, az egy nagyon pontos pillanat ennek, azok mögött ugyanazok vannak, akik Marosvásárhelyen 1990. márciusában kirobbantották a programot a magyarok ellen, azok, között, azok mögött ugyanazok vannak, akik rengeteg bajt okoztak és okoznának, hogyha erejük lenne a következő időszakban is. Először ezt a veszélyt kell látni. És én azt gondolom, hogy a magyar emberek nagyon nagy többsége ezt érzi, látja. Minden egyéb tetszetős mondatot azt félre kell tenni. És azt kell megnézni, hogy miben különböznek ők. És amiben különböznek, az pont az a veszély, ami eh, ránk leselkedik. Úgy tűnik, hogy itt még a parlamenti választás előtt van egy megint egy ismeretlen tényező, ez a fiatal emberek pártja, pártiduló Amenilor Tiner, aki ugye georgescu támogatta. Egyesek szerint akár be is kerülhet a parlamentben. Erről jelenleg mit lehet tudni erről a pártról, hogy nehogy úgy érjen minket megint a meglepetés, mint vasárnapért Georgescu-val? Nézze, a párt aki alapította és aki vezeti, az most is parlamenti képviselő. Aur színekbe jutott be a parlamentbe. Tehát ő most is bent ül a parlamentbe. Aur színekbe jutott be, kiszállt az Aurból 2023-ban, vagy 22 végén 23-ban, és 23 derekán bejegyeztette ezt a pártot. Tehát ez a kisebbik ág, a vékonyabb ág ugyanabból a törzsből. Onnan szállt ki Sossák, onnan szállt ki ez a hölgy is, aki megalapította a, a, a potot tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy semmi látnivaló nincs, hisz a törzs mindig újabb hajtásokat növeszt, de gyakorlatilag a gyakér az ugyanaz, ahonnan ők ha tápot kapják, az ugyanaz. Megtörténhet, hogy bejutnak, nem tudom, nem akarok én jóslatokba bocsátkozni, mert egy dolgunk van, hogy mi bent legyünk. Egy dolog érdekel engem, hogy a RMDS Magyar közösség képviseletében ott legyen a parlamentben, és legyen ereje, a következő évek nehezek lesznek megvédeni a magyar közösséget. Csak azért továbbra is maradnék még a két jelöltnél, George Szkoly és Lászkony, mert azért az embereket ez rendkívüli módon érdekli, megbolygatta, meglepő módon megbolygatta a, a társadalmi életet. Mindenhol hallom, hogy erről beszélgetnek, hogy most George Eszkó, Lászkony. Tehát néhány mondatban azért térjünk ki Elena Lászkonyra is, ugye már csak azért is, mert az ő Sikere révén valószínűleg a pártja, a Mentsétek meg Romániát szőzúszeré, szóval az jóval jobban fog szerepelni, mint amire korábban számíthattunk. És ugye ez az a párt, amelyik benyújtotta a törvénytervezetet a közigazgatás átszervezéséről. Elena Lászkoni az, aki azt mondta, hogy Orbán Viktort kikeretít a Romániából. Szóval, hogy most mit kezdjünk Elena Lászkónival és az úszerével, a megerősödő úszerével? Hát először is a kampányban sok hülyeséget mondtak, és mondanak mindig a politikusok, és azokat ott kell a kampány üzemmódba olvasni, aztán majd utána már annyiszor bebizonyosodott, hogy egy picit másképpen viselkednek, ha nyernek. Úgyhogy ezek mindig azok, amiket mondott, és mindegyiket kellő fölháborodással olvassa vagy hallgatja az ember. Ami az újszerét illeti, hát ők bizonyára, hogy nagyon sokat profitálnak abból, hogy Lászkoni a második fordulóban van, és arra lehet számítani, hogy egy erős frakciójuk lesz. Nem lesz akkora, mint amekkora a Lászkoni, mert nyilván, hogy Lászkoninak máshonnan is vannak szavazatai, azok nem az újszeréhez fognak menni, de egy erősebb frakció lesz. Mi nagyon sok kérdésben, amikor együtt kormányoztunk, jól tudtunk egyezni, volt néhány kérdés, ami bennünket egymástól elválasztott, de ez mindenkivel így van. Tehát egy koalícióban ez előfordul. Ami a közigazgatás átszervezését illeti, szerintem Laskoninak lövése nincs, hogy mi van abban a törvényben. Ez a Digi televízióban szervezett vitán látszott, amikor én erre rákérdeztem, akkor nem tudta, hogy miről van szó úgy próbált kibújni, hogy hát persze, tehát lehet, ott van valami, de le kell üljünk, és meg kell beszéljük, mert nélkületek nem hozunk döntést. Én szerintem ők azt visszavonják, hogyha egy erős nyomás van rajtuk, és hogyha nincs többségük, akkor azt meg lehet akadályozni. A lényeg az, hogy legyen ott valaki, aki meg akarja akadályozni. És az a valaki, aki meg akarja akadályozni, az arra legyen szükség akkor, amikor más ügyekben vagy ebben döntést hoz a parlament. Én azt gondolom, hogy ezt meg tudjuk védeni, hogyha ott vagyunk, ki tudjuk védeni, el tudjuk utasítani, vissza tudjuk vonatni. Én nem látok ebben különösebben ebben a pillanatban ennél többet bele. Az úgy rossz, ahogy van egyébként továbbra is, azt nem szabad elfogadni, és nem szabad módosítani. Azt vagy el kell utasítani, vagy vissza kell vonni, és hogyha ott vagyunk a parlamentben, akkor a két lehetőség közül valamelyik meg fog történni. Vagy az, hogy visszavonja, aki beterjesztette vagy az, hogy elutasítjuk, de mondom, ahhoz föl kell mennünk nekünk a pályára. Na most Lászkonyi maga egy érdekes személyiség, mert ő ugye a hagyományos családot támogatja, ez volt a nagy botrány, ami miatt őt levették az Európa Parlamenti listáról annak idején a pártja vezetői, mert ő akkor, amikor volt a népszavazás a hagyományos családról, ő amellett szavazott, hogy a házasság az férfi-nő szövetsége, köteléke. <kül> és az egész szuszériája egy nagyon bonyolult párt. Abban vannak rendes konzervatív emberek, vannak rendes, akár jó értelemben liberális emberek, vannak neomarxisták, tehát ott a bal oldaltól a jobb oldalig minden benne van. Ez így alakult. Leszakadtak ugye azok, akik nagyon a szélén voltak bal oldalon, leszakadt a reper, meg még valaki, azt hiszem a Sense, ők elmentek a Zuzeréből. Tehát ez egy ilyen nagyon vegyes párt. Ebből még bármi lehet a következő években. Úgyhogy erre így kell tekinteni, és azt gondolom, hogy ha így tekintünk rájuk, akkor valamivel egyet tudunk érteni, valamivel nem tudunk egyet érteni, de velünk kapcsolatosan ők is így vannak így voltak akkor is, amikor együtt kormányoztunk, de így voltunk a liberálisokkal, így voltunk a szocialistákkal. Tehát őrőlük ennyit kell tudni, de meg fognak erősödni minden bizonyára, mert ez a politikai logika. Mi van a szocialidemokrata pártal? Ugye azért sikerült egy viszonylag jó kapcsolatot kialakítani, együttműködést kialakítani, hát utoljára gondoljunk csak Márcsér Csolákó budapesti látogatására, ahol Schengen ügyében magyar közvetítéssel sikerült eredményt elérni. Na most mindennek vége, mondhatnám, olyan tekintetben, hogy úgy Márcsi Csalákú, mint a PCD, hát egyrészt Márcsi Csalákúnak nem tudjuk, hogy milyen politikai sorsa lesz, de a PCD az mindenképp egy válságban van. Hogy fog szerepelni? Hogy látja? Nagyon meggyengül a PCD? Akár az első helyet is elveszítheti a választásokon? Nem tudom. Ha tudnám, akkor nem itt ülnék. <laughs> akkor valahol sok pénzért tanácsot adnék. Nem tudom. Lehet ilyen, lehet olyan. Na, nem nehéz bemérni, mert mi nem ismerjük a szocialisták választóit. Ők sem ismerik a mi választóinkat. Igazából. És nem tudjuk, hogy hogyan reagáltak erre a mostani eredményre. Én ezt nem tudom megítélni. És nem tudom, hogy abból, ami történt az első fordulóban, ők milyen konklúziót vannak le hogy még csak azért is elmennek, és akkor támogatják, hogy a parlamenti választásokon egy erős párt legyen, és ez a logikus, és a sok polgármester és az erős bázisból ez következik, ez következhet. Következhet az is, hogy demoralizálódik a választótábor, és otthon ül, vagy össze-vissza Én nem tudom, hogy mi fog történni, mert tetszik, vagy nem tetszik, mi egymás kemény magját nem ismerjük ők sem a milyenket, mi sem az övéket. A libanálisokkal is ugyanígy vagyunk. És ezekben a napokban el lehet követni sok taktikai hibát. Akaratod ellenére, mert hogy olyan nyomás alatt vagy politikusként, hogy nem biztos, hogy a jó döntést hozod. Annak ellenére, hogy a legjobb döntést akarod hozni a saját közösségednek, mert azért vagy felelős, aztán meg, meg hogy nem jó döntést hozol, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz. Hát az látszik, hogy gondban van a PCD, és az is azért, azt már ők is levonták azt a következtetést azért a az eredményekből, hogy véletlenül nagyon sok PCD szavazó, George Eszkora szavazott, nyilván ezért nem is foglalnak még állást a parlamenti választás előtt azzal kapcsolatban, hogy kit támogatnak a második fordulóban, az RMDS sem foglal állást. Miért? Miért vár a, a, a parlamenti választások után? Nézze, a helyzet az rémiszerű. Bár ilyen még nem volt, hogy három választás egymás után legyen. Azért, mert nekünk december 1 a fontos, és december 1 hamarabb van, mint december 8 -a. És mindent a maga idejében kell megtenni. Nekünk most az a fontos, hogy minél több magyar ember menjen el szavazni, és támogassa a szövetséget, amit az imént mondtam, hogy mentsük meg magunkat, mentsük meg a közösségünket. És utána majd foglalkozunk egyébbel is. Amúgy én azt gondolom, hogy az egy e, e, taktikai hiba, ha te a parlamenti választás előtt azt mondod, hogy valaki más támogat, mint aki te vagy, mert akkor a választóid azt mondják, hogy hát ha ő más támogat, akkor én meg miért támogassam őt? Hát hogyha ő már e, e, váltott, akkor én meg miért menjek vele? Most függetlenül attól, hogy kiről van szó, kikről van szó, és milyen választásról van szó, most nem kell ezt az meg George Georgeskóz kötni, hanem azt gondolom, hogy mindennek megvan a helyes rendje, itt az időbeli sorrend a fontos. Ha nem lenne parlamenti választás most a két forduló között, akkor nyilván másnap, harmadnap lehet azt mondani, hogy átgondoltuk, stb. Én egy dolgot tudok csak mondani, hogy december másodikán lesz egy határozott álláspontunk, és még egy dolgot hozzátennék. És gondoljuk az elmúlt 20 esztendőre. Annak idején mi nem támogattuk Trajan uh, a magyarok sokan megszavazták. Nem azt mondom, hogy mindenki, de sokan megszavazták, aztán meg utána nagyot csalódtak benne, és mondták, hogy hát miért nem mondtátok, hogy ne szavazzuk meg, hát ti ismeritek. És mondtuk, hogy pedig szóltunk. Aztán Klaus Johannisszal úgy volt, hogy mi nem támogattuk Klaus Johanniszt, pontát sem. De az emberek, a magyar emberek 90%-a megtámogatta első fordulóban, második, ö, első alkalommal, második alkalommal, Klaus Johannes már nagyon bízott benne. És aztán egyszer csak csalódtak, de hatalmasat csalódtak. És akkor kérdezték, hogy miért nem szóltatok? Hát mondtuk, hogy mi mondtuk, hogy nem támogatjuk. De ti nem hittetek nekünk. Én azt gondolom, hogy ebből a 20 esztendőből egy tanulságot le lehet vonni, hogyha Valamit mi mondunk az ennek második fordulója előtt már pedig fogunk mondani, csak járjon le egyszer a parlamenti választás, akkor azt azért mondjuk egyrészt, mert a Magyar közösség érdekeit veszük figyelembe, nem a jó és a szuper jó között kell választani, és azért mondjuk, mert ismerjük a szereplőket. Mint ahogy tettük ezt 2004-ben, 2009-ben, 2014-ben 2019-ben. Ezért mondjuk. És időnként nem baj, hogyha annak a véleményét is figyelembe veszik a politikában, egy ilyen helyzetben, aki tudja, hogy ha valakiről valamit mond, azt azért mondja, mert ismeri, illetve tudja, hogy miből mi következhet. Tehát ez lesz december másodikán, a dolgok helyes rendjét, sorrendjét be kell tartanunk. A vasárnapi választásokkal kapcsolatban ugye rendkívül fontos magyar szempontból is, hogy milyen magas a részvétel, hiszen egy nagyon magas országos részvétel az azért Általában izgalmasabb, hogy finoman fogalmazzak nekünk, magyaroknak. Hogyan látja most, hogy mi, mire számíthatunk a részvétele kapcsolatban az országossal is, és a magyarral is? Hát magas részvétel lesz mindenféleképpen, azt gondolom, mert igen, ennek a választási évnek és ezeknek a választásoknak a logikája, menete, főleg, hogy azért most nagyon komolyan föl, föl is van a társadalom érzelmileg arra készülve, hogy valahova pecsételjen és nem fognak az emberek otthon ülni. Az egyetlen kérdés az, hogy a magyar emberek hasonlóképpen, mint a románok mozgó, megmozdulnak, elmennek szavazni, vagy sem. Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, legalábbis az elmúlt két napnak a reakcióiból erre merek következtetni. Mi a következő néhány napban is ezt az egy dolgot fogjuk csak tenni, mozgósítani, mozgósítani, és elmondani azt, hogy ha meggyengül a parlamenti képviselet, vagy ha megszűnik, akkor tovább nincsen film akkor egy olyan film, valamiben mi mellékszereplők sem vagyunk, vagy ahogy szokták mondani, az étlapon vagy, nem az asztalnál ülsz. És hogyha az étlapon vagy, akkor előbb-utóbb valaki majd fog rendelni belőled. Ez egy ennyire egyszerű, ezt nem kell komplikálni, ennél jobban nem szabad elbonyolítani, mozgósítani kell. És sok magyar szavazattal lehet küzdeni és nyerni a magyar ellenesek ellen. Korábban is beszéltünk erről, de most talán még inkább érdekessé vált, hogy december 1-én a nemzeti, Románia nemzeti ünnepén van a választás, és van egy ilyen elképesztő ultranacionalista hullám. Van-e most jelentősége ennek, hogy december Ők sokan lesznek, most mindegy, hogy december 1, vagy december 2, vagy november 30, ők sokan lesznek, ennyit tudunk. A december első talán még emel rajtuk. Én meg ilyenkor azt mondom, meg azt mondtam a napokban is, hogy ez a december 1-e nem lehet egy újabb veszteség számunkra. Ezt gondoljuk végig. Ennyit gondoljunk végig, hogy van egy nap, amikor nem szabad otthon maradni, el kell menni szavazni, azzal a pecséttel lehet véleményt nyilvánítani, és ha ezt nem tesszük meg, ezt nem szervezik újra, értünk a következő napokban, és a következő négy esztendőben biztos, hogy nem. Az alatt meg annyi minden történik, hogy már el is fogjuk felejteni, hogy honnan indultunk, csak azt látjuk, hogy szétestünk. Egy közösség, ha szétesik, politikai értelemben, akkor utána aztán sok minden következik, abból nézzük meg a szlovákiai magyar közösségnek a politikai helyzetét, meg hát abból, ami következett, gondoljuk végig, hogy mi van az egyik oldalon, mi van a másik oldalon. És december 1 nekünk most meg kell mutatnunk, hogy egy erős, egységes közösség vagyunk. Ezt tudom én mondani. Nem tudunk már egyében változtatni, sem a dátumon, sem a választások dátumán, sem a, semmi nem tudunk változtatni. Egy dolgot tudunk csinálni, változtatni azon, ami mögöttünk van, hogy legalább ami előttünk van, abból ne maradjunk ki. Vegyük a várt és egyben optimista forgatókönyvet, hogy az RMDS ott lesz a, a parlamentben, mm -hmm. sőt, esetleg ott lesz a kormány alakításnál is akár. Hogyan látja most, hogyan fognak alakulni az erőviszonyok? Jelenleg úgy tűnik, hogy egy szűk többsége talán lesz a, a PSD, Uszere és RMDS négyesnek. Ezt reálisnak tartja, hogy egy ilyen koalíció álljon föl, vagy akár az is lehet, hogy a PSD ugye miután itt mindenféle változások vannak a pártban, akár változtat a korábbi álláspontján, és azt mondja, hogy összeáll mondjuk az áura nem áll össze. Tehát ebből a társaságból senki nem áll össze az áurral és a sosrákával. Ez mindenki számára egy életveszélyes kaland lenne, úgyhogy ez nem fog megtörténni. Ahogy én ismerem most azokat, akik vezetik a szocialistákat, meg a liberálisokat, nem fognak összeállni. Helyben összeálltak a liberálisok már az Áurral, Fehér megyébe, Szatmár megyébe. Bizonyára délen, amit mi nem látunk, a szocialisták is imitamot összebutorozhattak egy-egy községbe az áurral, de országos szinten ilyen együttműködés biztos nem lesz, ez ki van zárva. Én erre nem látok semmiféle lehetőséget. Ez olyan mértékben életveszélyes számukra, hogy nem fogják vállalni. Megint csak forgatókönyvbe gondolkozva, Lászkoni lesz az elnök, egy ilyen koalíció összeáll. Ki lesz a miniszterelnök? Ki lehet? Ugye Lászkoni korábban Bolozsánt megnevezte. Csolák ugye már nem a PCD elnöke, de ő is erre rábólintott ön azért erős kritikákat fogalmazott meg Bolozsánnal szemben. Elfogadná az RMDS Bolozsán miniszterelnöknek? Én még olyat nem láttam, hogy valakit a kampányban a miniszterelnöknek javasoltak, és a kampány után a miniszterelnök legyen belőle. Én még ilyet nem láttam. Sok mindent nem látunk és aztán egyszer csak láthatunk, ez biztos, de azért az uszérét én ismerem. Én ismerem azokat a fiúkat. Ha ők megnyerik a választást, Laszkoni az állam elnöke és ők akkor egy nagy frakcióval rendelkeznek, a legnagyobb frakcióval, ez azt is jelenti, ők nem fogják Bolozsánt megszavazni. Hát miért tennék? Hát ne vicceljünk. Ez kampányfogás. Laszkoni a liberális szavazókra hajtott rá. És ebben van egy jól átgondolt taktika, de én még olyat nem láttam, hogy még eddig legalábbis az én politikai pályafutásom alatt, hogy kampányban valakit belengednek miniszterelnöknek, és abból miniszterelnök lesz. A nacionalista tábor kétségtelenül megerősödik, bárki is legyen majd a, a következő elnök. Azon túl, hogy itt a parlamentben nyilván egy egészen új helyzetet fogunk látni, a társadalomra ez hogyan fog kihatni? Megjelenhet-e a mindennapi életben? Megint láttunk most, nem tudom, hogy ezzel összefüggésben van-e, hogy megyesnek a városnévtábláját újra Lemázolták a többnyelvű várostáblát. Egyébként Temesváron volt egy olyan történet, hogy egy magyar plakátot letéptek, ott az úri ember, aki ezt tette, az arra is hivatkozott, hogy itt hát az államfőválasztás után most már mi vagyunk hatalmon, vagy a románok diktálnak, vagy valami ilyesmi, és azt is ígérte, hogy kalapáccsal széttöri azokat a szobrokat, amelyek nem, nem románokról szólnak. Szóval, hogy ilyen jellegű. Akár incidensek, vagy hangulatkeltés a magyarok ellen várható-e? Ha ők nyernek, akkor mindenféleképpen. Hogyha ők nyernek, akkor erre sajnos lehet számítani. És ezt csak akkor lehet, még egyszer mondom, kivédeni, hogy ha van egy politikai eszköz a kezünkben, és ez egy jó lehetőség, hogy ezt kivédjük, de mindig lesznek ilyen futóbolondok, és főleg, hogyha ők nyernek, akkor erre de sajnos lehet számítani, nem tudjuk azt ígérni, hogy nem lesznek ilyenek. Mindig megjelentek választások előtt, választások után, mindig voltak olyan pillanatok, amikor lefestettek ilyen táblákat, leöntöttek olyan szobrokat festékkel, Ebből remélem, hogy nem kevés lesz, vagy nem lesz sok, és remélem, hogy nem lesz olyan helyzet, bízom benne, hogy ők hatalomra kerüljenek, mert hogy a hatalomra kerülnek, ők fognak élni a hatalommal. Most nem az a kérdés, hogy hol van egy futóbolond, aki a szobrokat össze akarja törni, hanem hogy a közhatalommal hogyan fognak élni, vagy visszaélni, vagy mit fognak azzal kezdeni. Ez az igazán nagy kérdés, és én itt veszélyt látok, hogyha ők nyertek. Mert akkor lehet törvényt hozni, lehet sürgőségkor rendeletet hozni, lehet miniszteri rendeleteket kiadni, és miért gondolnánk, hogy ha megnyerték a hatalmat, akkor nem fognak élni vele. Sok mindent belengedtek, hogy megszüntetik a magyar iskolákat, összeolvasszák, hogy legyenek vegyes iskolák, mint Ceausescu idejébe. Mondták, hogy az anyanyelv használatot betiltják csak a családon belül, a konyhában, meg a nappaliba beszélhez magyarul. Tehát sok mindent ígértek ők, az elmúlt években, és hogyha a közhatalom birtoklását is megszerzik, akkor ezekkel fognak élni, ne legyenek illúzióink. Épp ezért kell mindent megtennünk, hogy ne, ny ne nyerjenek, így is erősek lesznek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen Keleme Hunornak, az RMDSZ önökének, önöknek pedig a figyelmet. Köszönöm. Viszontlátásra.